Csak semmi majré. Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré. 1748-ban összefogtak a németek, a szerbek, a magyarok, a zsidók, az örmények, meg a többi itt élő nemzetség, összekaparták megspórolt pénzüket, bankkölcsönt vettek fel, és a tömérdek bankóval Bécsbe utaztak, hogy Mária Terézia császárnőtől megvásárolják a Szabad Királyi Város címet. A császárnő megkérdezte, mi a neve a városuknak, mire az alapító atyák töredelmesen bevallották, hogy nincs neve. Felkérték ő felségét, legyen a városuk keresztanyja. A császánő elővette aranypennáját, és gyöngybetűkkel írta a latin nyelvű alapító okiratra, legyen a neve Neoplanta, és minden nép nevezze saját nyelvén. Éljenek békében, szeressék egymást, ez a sok nemzetiségű város legyen példája a különböző nációk békés egymás mellett élésének. Eltelt több mint 250 év, Neoplanta, azaz újvidék népei azóta folyamatosan gyilkolják egymást. Írja többi között ezeket a sorokat Végel László, a Neoplanta, vagy az Igéret földje című könyvében. Ma a szerzővel beszélgetünk. Csak semmi mai Magyar zsidó történetek. Csak semmi mai Hát, kedves Vége László, szeretettel köszöntjük Önt a stúdióban. Köves Lomúval együtt nagy érdeklődéssel hallgattuk ezt a pici részletet, amit én önkényesen vettem ki, de azt gondoltam, hogy nagyon karakteresen mutatja be annak a kisebbségi létnek gyökerét, ami mennyire másképp alakult, mint ahogy ezt szegény Mária Terézia gondolta ezek szerint annak idején. De hát a végét az túl szomorúnak tartom, úgyhogy ma már nem gyilkolják igaz egymást az újvidékiek. Nem, meg hát, de voltak trajikus évek is, amikor egész, egész tömeggyilkosságokra került, így a hidegnapok idején, vagy 44-45-ben a magyar, atrocitások a idején a, ott a Dunába, szintén mindig a Duna. Duna az egy hatalmas tömegsír ott Újvidék közelében, de már 1848-ban is voltak kemény összeütközések. Viszont hát van egy másik új Újvidék is és egy másik világ is, ugye Újvidék a neoplanta fordítását ugye németül, mert ott 24 százalék németért noizac volt, szerbül noizac ez sokáig így is volt. Tehát az osztrák-magyar monarchia idején betartották Mária Terézia. Hogy Kivánságát. minden ott élő nemzetség a saját nemzetiség a saját, saját nyelvén nem nevezze a, a... a város. A még a, sokféle Igen, a város képeken is írja három nyelven szépen. Utána jött ugye a Trianon után a királyi Jugoszlávia, amelyikben nem volt meg ez a ők úgy gondolták, hogy a multikulturalizmus halott, ugye a királyi Jogoszávia hát ez jó ugye? Igen. És csak egy nyelvűvé a várost, és mégpedig civil betűkkel. Úgy, hogy, és így volt ez a második világháború végéig, utána jött Tito, aki valami, volt valami érzéke Mária Terézia iránt, és a multikulturalizmus iránt, is. Hát sok nemzetet kellett összefogni neki. Nagyon is. sokat. Hát ő volt hogy mondjam, sokan azt mondják, hogy az utolsó osztrák-magyar császár csak bolsevik szívvel. <laughs> <laughs> Úgyhogy ez még volt. Eleinte nem nevezték, eleinte noviszádnak kellett nevezni de később már a 60-as években, végül a 70-es években hivatalosan is Újvidék lett, tehát Tito szintén multikulturalista lett. Igen ám, de jött Milosevic, aki szintén azt gondolta, hogy a multikulturalizmus halott, és a nemzetállamokat kell építeni, és akkor újra megszünt ez, hogy Újvidék magyarul is megnevezhető legyen. Úgyhogy egy ilyen kalandos városnév történet ez. Hát igen, és azért, jó, hogy ezt így vezetted, mert legújabb könyv az A temetetlen múltunk, amit tulajdonképpen önéletrajzi regény, de ennek a sokféle kisebbségnek a, 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 a történelmi sorsán megy végig 1941. februárban a születésed napjától, ami már maga egy történelmi nap, ugye, hogy túl vagyunk a hitleri Németország megindulásán, és az ott élő magyar kisebbség és a vele kapcsolatban élő összes nemzetiség sorsát vetíted, írod meg elképesztően. Mennyire más nekünk, akik Magyarországaink, mi nem ismerjük, mi homogén magyar közegben gondoljuk magunkat, mégis erős az idegenek elleni gyűlölet, felcsapja fejét, hol a cigány, hol a zsidó ellenesség, az antiszemitizmus, te pedig ebben a történelmileg eléggé felszabadult újvidéki és bácskai helyszíneken szereplőidet, ahogy rángatja a történelem, és még sincs ilyen gyűlölet. Most ezt akarom mondani, hogy újvidék, a számomra az ilyen az Európa középiskolája volt. Tulajdonképpen, ha újvidékről beszélek, akkor beszélhetek Európára is. Uh -huh. Úgyhogy egyszerre kisebbségi sors is, de európai sors is. Nem, nem, nem akarok megmaradni szűken a kisebbségi világban, mert az önmagában talán lehet, hogy fájdalmas, de nincs meg az igazi drámája. Tehát, ha újvidék, azt mondom, hogy újvidék, akkor én mindig Európára gondolok. Na most persze itt, itt, itt ugye nagyon sok kalandót, Mondhatom én is, de hogy a szüleim is, a nagyapám is, hát nem egy svájci világban éltek, hanem izgalmas korszakban. Ez íróként én erre örülhetek. Lehet, hogy polgárként voltak kellemetlenségeim, de erre, erről nem fontos, ez magánügy, nem szeretek panaszkodni. Jó, hogy van muníció családilag is, ezek szerint ez nyilvánvaló, és ezekből a könyveidből, ebből is a balkáni szépség, vagy a fattyúja, vagy éppen a naplókból pontosan ez derül ki, hogy hogy milyen gazdag az, az élményanyag, ami tele van, ugyanakkor rengeteg keserűséggel, é, és most arra vagyok kíváncsi, hogy ha csak a családi történetet nézed akkor, és maradunk az európai új vidéknél. Melyik volt a legbékésebb korszak? Messze. úgy mondhatom, hogy a 1968-60-as évektől mondjuk a 90-es évekig. Ez békésebb volt, mint a monarchia időszaka? Békésebb volt. Békésebb volt azért, mert mindenki úgy érezte, hogy valahogy... Nyert valamit. Természetesen mellé tehetjük a monarchia időszakát is, de akkor ugye a szerbek között él, ugye éledezett már nemzetállami. A törekvések és Igen. Azt... Igen. És, Úgy érezték, a monarhia... hogy nem kapták meg. És, és akkor nem ebben... kapták még. Uh -huh. é, ők ugye eleinte autonómiát követeltek később elszakadást. Uh -huh. Szóval, ha megkapták volna az autonómiát, lehet, hogy ugyanann békés lett volna ez a korszak. Tehát, ha a Jászi-Oszkár uh -huh. elve valósult volna meg, akkor lehet, hogy kevesebb incidensre kerül, sor, még feszültsége. Valójában a Monarhia idején a szerb, a vajdasági szerb polgárság európai zálódott fejlődött, hát ott alakult meg a, 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 az első szerb színház, a Matica uh -huh. Budapesten később újvidékre uh -huh. költözött. Úgyhogy 1918 után ha volt valamilyen polgárság az, a szerb nemzetén belül, az a vajdasági e, szerb polgárság volt, mert arra e, délre ott a török uralom volt, úgyhogy még a tanítókat is e, újvidékről vitték dél-Szerbiába, uh -huh. vagy, vagy Szerbia nagyobb városban. Az volt a, a csatlakozási pont Európához, amit az előbb említett? Igen, igen. Uh -huh. Szóval ez a szerb polgárság eléggé fölvilágosult volt, e, nagyobb részt követelte az elszakadást, de nem harcias módon. Úgyhogy még az első világháború kitörésekor se nem beszéltek arról, hogy elszakadnak. Csak a végén, amikor már a nagyhatalmak is ezt, kö igen, ezt követelték. Úgy mindenki nagypolgárságban csak szerb nagypolgárság van? Nem. Német... Milyen nemzetiségi nagypolgárság? Nyilván zsidó nagypolgárság. annak De zsidó ott vannak, és is. Erő, nagyon erős és német. És német. Ő, tulajdonképpen ők voltak vajdaság modernizálói, a németek. Az ipart, főleg az ipart, a zsidók és a németek. Nem a szerbek, még a magyarok, mi egy kicsit kicsit hagyományelvűbbek voltunk. De ez <laughs> <Igen, gül> Ha Hogyha már ide érkeztünk, és a, a, a zsidók szó az most már elhangzott, és hát tulajdonképpen ebben a műsorban De mindig valahogy kapcsolódunk, hogy a címében vagy alcímében jön is van, hogy magyar zsidó történetek a, a zsidó ügyhöz, a zsidó témához, és hát ugye az újvidéki zsidó történet minden tragikumával együtt, nem tragikumával, tragédiájával együtt, az, az megkerülhetetlen a, a, a zsidó vonatkozásai. De ha már itt arról volt szó, hogy meg, ki volt a nagypolgárság, a vajdaságban mennyire igaz az, hogy a, a zsidó nagypolgárság az tulajdonképpen magyar, magyar nagypolgárság volt? Természetesen. És hát, hogy magyar magyarnak tekintették magukat, és, és őket is magyarnak tekintették. Hát ők és volt is rajtuk kívül magyar nagypolgárság a, vaj, a Vajdaságban és, és Újvidéken? Új Újvidéken volt, főleg Újvidéken. Más területek, inkább a földbirtokosok, földtulajdonosok, mesteremberek, ezek uh -huh. voltak. Újvidéken volt magyar nagypolgárság is, természetesen. Hát meg a, a... a magyar zsidókon kívüli. Igen, Tehát, hogy keresztény magyar nagypolgárság. Persze, persze, volt. Uh -huh. Ők, ő, hát a zsidó nagypolgárság, ahogy a, a kultúrája, hát 1918 után, e, hát teljesen magyar volt. Magyar könyveket olvastak, magyar újságokat, és ez a két világháború között és a... élt. sőt, uh -huh. még ez is nagyon fontos, a magyar párt megalakulásában nagy szerepet játszottak a zsidók. Igen, ám csak később, mikor már Magyarországról jöttek bizonyos uh, hatások, hatások, akkor fölmerült a kérdés a magyarok között, hogy, hogy mi magyar pártot alakítunk, és a zsidók vezető szerepet játszanak benne és a zsidók között is fölmerült, hogy hogy hát mi zsidók vagyunk, és a magyar pártot építjük. <gül> <gül> szóval mind a két részről, erről, erről komoly dolgozatok is jelentek meg, de alapjában véve nem volt a harcias, <laughs> ö, nem volt militáns a, a, ez a folyamat. Csak egyszerűen, hát néha abszurdnak tűnt. De mennyire más a <laughs> felfogása van a Magyarország, a magyar Állam területén élő vezető politikusoknak a, a kisebbségi létről, vége László elmesélt nekem, egy, még, még a kávézás közben, mielőtt bejöttünk a stúdióba, egy nagyon érdekes történetet. Az ott élők, a magyarok, amikor a hidegnapok előtti időszak van, és még abban bíznak, hogy Hitler megvédi Jugoszláviát, oda nem mennek be, nem jönnek magyarok be, nem jönnek senki, de ha a magyarok jönnek, akkor az milyen jó lesz, stb. És megérkeznek a magyarok, és te azt mesélte el Vigál László, hogy az ott élő magyarok nem értették az antiszemitizmust. Természetesen. De miért nem értették? Ez főleg újvidékre vonatkozik, ugyanis ott volt magyar, erős magyar polgárság, kereskedő réteg. Együtt dolgoztak ők a németekkel is, meg a zsidókkal a is, és a szerbekkel is. Most, és ezt nem értették meg, mert nem, ez, a, ez az antiszemitizmusnak a e, újvidékre nem nagyon ért el. és nem értették ezt, hogy e, a horti e, hát miért üldözzi a zsidókat, illetve fájt, elvesztették az üzletfeleiket, elvesztették az üzlettársukat, e, hát ők együtt utaztak, mondjuk a töltő javító nekem mesélte, hogy ő, hát a zsidókkal a németekkel együtt utazott Bécsbe, alkotrészeket venni, és kérdezem, hát mi nem Budapestre? Ah, nem, mert Bécsbe sokkal nagyobb uta választék, így az ottani magyarok is, meg a németek is. Szóval volt köztük egy üzleti egyetértés, jó szomszédsági családi viszony, házasság, és ebbe pillanatban berobbant a, a Horti Horthy fő. A Magyarországról a Magyarországról hivatalos Igen, igen, ami, igen. Ami, ami, amit egyáltalán nem tudtak fölfogni. Én beszéltem egy pár, aki még átélte azt, és magos maga is hogy nem, 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 érti, hogy mi, mi, mi kellett ezt csinálni. Úgyhogy a Horti titkos rendőrsége küldte is a jelentést Budapestre, hogy az újvidéki polgárok gyanúsak, hogy nem eléggé nemzeti érzelmek, közben csak hát az érdekükről szól. Szóval, hogy ne, miután nem utálják az időkat, a zidókat, hogy gyanúsak. A gyanúsak. Na most én nem, ne nem fordítom, nemzeté, hogy nem amit Persze. A nem. Igen, talált erre persze, vonatkozó persze, a titkosszolgálati jelentést. Ez Olyan. egy mérce. Abszolút. <gül> <gül> az érdekes, amikor jöttünk be a stúdióba, akkor én kérdeztem a Lászlótól, hogy most hogy áll a magyar lakosság aránya, milyen volt korábban ez az arány, és akkorabból kiderült, hogy a Trianoni utáni időkben, újvidéken nem volt igazából többség, mert mindenki egy kisebbség volt, vagy nagyobb, vagy kisebb-kisebbség. Nem De volt igazából domináns, se a se a magyaroknak, nem volt se a németeknek, fő. természetesen se az zsidóknak nem, volt, nem, nem voltak többségben, és gondolom, hogy ez a dolognak valahol a gyökere, ami a monarhiához kapcsolja ezt a várost, mert a, monar a monarhia lényege, amely ezt a, ezt a fajta több nemzetiséget, több, több nemzetiséget ezt, ezt, ezt egyben tartotta, és ez valahol az egésznek a, a, a lényege volt. Amint ez felbomlott, akkor az egész megszűnt, és ez szülte meg amúgy az antiszemitizmust is, de egy olyan városban, ahol továbbra nem sem volt többség, ott nyilván ez, ez, ez másképp alakult. Ez egy nagyon érdekes dolog, ja. A újvidék, a városi tanácsának nem lehet nem volt 13 vagy 15 tagja, hanem 14. Azért, hogy egyik se tudja leszavazni a másikat. Ja. <laughs> és ebben tehát, közmegegyezés volt, és ezt közme... meg tudták tartani. Vitatkoztak ők, vitatkoztak, de ne, meg kellene tegyezni ha akartak valami fejlődést. Úgyhogy hét pravoszláv volt, ortodox vallású, és hét katolikus és zsidó. Na most... Ők, ők vitatkoztak. Sok volt köztük, hogy vajon a szerb részbe épüljön a városháza, vagy pedig a magyar részbe. Szóval mindig... A magyarok mint katolikusak? Ott alig van református. Igen. Na most, de hát ki kellett igyezni, és végül kiegyeztek, hogy a város központjában. De, de ez az érdekes, hogy ez volt, tehát vétójoga volt minden közösségnek, de ez volt újvidék fejlődésének a csúcspontja. Akkor ugye 1911-ben a villamosokat beállították dolgozni, és a város, város vezetősége, a városatják azt mondták, hogy újvidék rövidesen béri és elhagyja Budapestet. Szóval volt egy nagy optimizmus éppen az első világháború előtt. Úgyhogy ez a fejlődés össze is tartotta őket. Abban a pillanatban billent meg a mérleg nyelve, amikor ugye a szerb királyság egy erős nemzetállami törekvés. Ahol a nemzetállom erősödik, ott a kisebbség a rövidebbet húzza. Ez azt hiszem, hogy a 20. század, meg a 21. század törvénye Egyet is. A uh -huh. Beleolvastam ebbe, a, a, nem tudtam az egészet elolvasni, de ebbe az új könyvébe, a temetetlen múltunk című könyvébe, és valahogy a, 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 az, a, az első pár tíz oldalban nagyon sok érdekes áthallást Érez az ember a zsidó, a zsidó múlttal, a zsidó identitással kapcsolatban is. És a, amennyire jól kivettem, itt van egy központi szál ebben a gondolatmenetben, és ez a, az egyik oldalról, a, ahogy a temetetlen múltunk cím is adja, valahogy az emlékek meg a kötődés hiánya, hogy járja az utcákat és nem találja Igen. a szülőházat. A másik pedig az a fajta nélküliség és gyökérnélküliség, ami, amivel nem tudja eldönteni, hogy akkor most hova tartozik a parasztok vagy az urak közé. É, és valahogy az ember óhatatlanul is arra gondol, hogy az egyik oldalon mennyi az áthallás a zsidó, a zsidó identitással, a mai zsidó identitással, ami valami hasonló, hasonló öm, öm, akadályokba, vagy hasonló öm, kihívásokkal küzdik. És a másik, hogy ez hogyan kapcsolódik ehhez a kérdéshez, amiről az előbb beszélt, ahhoz, hogy hogy... hogy mi, mi, mi az oka annak, vagy mi a receptje annak, hogy legyen egy olyan sok nemzetiségű, vagy sok identitású, sok közösséget magában foglaló város, közösség ország, ahol az embereknek a saját közösségükhöz való identitás kötődésük erős, de mégis meg van hagyva egyfajta kiegyensúlyozottság, egy, egy, egyfajta balansz, ami nem, ami nem borul fel. Ez egymás közötti kapcsolat harmonikus? Mert, mert, ugye a másik recept, ami ugyancsak megjelenik ebben a könyvben, az a szürke szocializmus, amikor nincs senkinek semmilyen, amikor a múlt elfelejtődik. És hát az sem, nyilván az se egy jó recept. Tehát, hogy hol van az a recept? Persze a nemzetállamoknak ön azt mondja, hogy van egy... Van egy ilyen velejárója, hogy, hogy a kisebbség jobb, rosszabbul jár azt szerintem egy fontos kés, hogy hogyan definiáljuk azt, hogy nemzetállam, ez a 20. századi vagy a 19. századi e de ha, ha azt mondjuk, hogy van, de közben a nemzetállam az egy egyenes következtetés, következés, vagy egyenesen következik abból, hogy én a saját közösségem identitásához ragaszkodom, és nem vagyok gyökér nélküli. Van-e olyan recept, amikor én ragaszkodom a közösségem identitásához, de közben mégis van egy balansz az összes többi közösséggel? Hát a, a kérdés hosszú, és nagyon hosszan kellene rá válaszolni. Na most én, ami, ami engem így lett, hogy mi az, amit én fontosnak tartok, én nagyon fontosnak tartom a nemzeti identitást, és pontosan azért, mert naponta szembesülök vele. Uh -huh. Naponta szembesülök. Tehát abban a példában, ha fölemelem a telefonkagylót, akkor hogy milyen nyelven válaszoljak ki fog hívni, stb. 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 Tehát nem, nem akarok ilyen panaszkultúrába elmélyedni, hogy és az egész, a, egyetlen egy regényem sem nem a panaszkultúráról hát, szól. Miközben a legkeményebb korszakokról hív, de nem panaszkultúra. Csak azt mondja, hogy egy ilyen városban az ember nap, mint nap szembesül ezzel a kérdés, hogy ki vagyok. <síns> és ki vagyok, és hát én jobban átérzem a nemzeti mi voltomat, mint valaki, aki nem nemzeti, nemzeti mi voltommal a budai világban hm. beszél. Szóval e, e, az biztos, mert nekem ez hétköznapi élményem. De a hétköznapi élményem megtanított arra, hogy, és ez egy nagyon fontos, hogy a nyitott identitás, nyitott identitás, tehát őrizni az, identitást, identitás, de őrizni a nyitottságot is, mert különben, különben a, egy, egy, ember egy, egyféle rezervátumba, önkéntes gettóba, vagy rezervátumba kényszerít. Önmagát kényszeríti, még ha nem is kényszeríti. Ami a nemzetállamot illeti, én azt hiszem a 20. századi nemzetállami új reneszánsz is a kisebbségek kárára megy, és már az első statisztikai adatok azt bizonyítják, hogy az egész, tehát nem csak a vajdaságban, hanem az egész kelet-közép Európában a nemzeti kisebbség száma csökken. Habár új államok keletkeztek is, ezáltal születtek új kisebbségek is, viszont ez a trend, hogy a, mert kelet-közép Európában ugye van ez az új nemzetállami eufória, vagy reneszánsz, stb. stb. Úgy éreztek, hogy valamitől még szabadultak, és, és most elég elérkeznek a nemzeti úton az ígéret földjére. egy no. csak, ne, ne, értettük egymást. Én azt mondtam, a 19. századi nemzetállam. Az aláltal egy más... fáliai béke utáni igen. nemzetállamra igen. gondolok. Nem? Igen. igen. Az akkor más. Akkor volt egy polgárság, amely vitte a, a nemzet, ő... mint a, pol, a, a, a polgári közép. Az keretet persze. adott egyféle igen. alkotmányos világnak. Az egy, de ma már nem ott élünk. Na no most én azt gondolom, hogy egyszerre kell Őriznia az identitást, nyitottnak lenni a más kultúra iránt, és versenybe is lenni vele. Na, Ez Szom... a legnehezebb. Ez a legnehezebb. De Akkor lehet, hogy pont ez a recept. Tehát ott tud megmaradni egy kötődés egy közösséghez, ahol folyamatosan más közösségekkel is óhatatlanul találkozom, ahhoz az a kérdés, hogy ki vagyok én, az nap mint nap föl van téve, és nap, mint nap meg kell magamnak fogalmaznom. Úgy van. Mint hogyha egy homogén környezetben vagyok, akkor nem vagyok erre rá és igen. akkor bármi bele tudok képzelni. Bármit magamról nem is, meg a másikról. Újra és újra, hogy ki, hogy ki is vagyok én. Meg, meg, hogy nem másokhoz képest kell, mert azokról csak elképzelek valamit, de nem találkozom velük, tehát persze, ez a kölcsönhatás hiányzik. Úgy van. Tehát ez én, na, én, azt gondolom, hogy, hogy mondjam, a nemzeti kérdés az nem így ilyen ilyen absztrakt dolog, mert akkor könnyen demagógia lesz belőle. Hanem úgy mondjam, mindennapi önvizsgálat, mindennapi, ha a közösségről van szó, mindennapi népszavazás, hogy <laughs> <agyaránál> elmondom. <laughs> Tehát én naponta, ha fölkelek, akkor el kell döntenem, hogy milyen iskolába megy a gyermekem. Vagy el elke... Én például igyekszem jelen lenni a jugoszláv és a kultúrában is. Hát jelen, jelen is van vége. László, bocsánat, minden... itt most megszakítom, mert pontosan fél kettőhöz érkezünk néhány másodperc, amikor a híreket elmondjuk, de hát annyira, hogy azért a jugoszláv televízióban is nagyon is ismert, és de... végelászló neve tényleg Berlintől, Belgrád, Budapesten keresztül abszolút. Minden könyvben már... megjelenik szerbül is, szerbül is, igen. Nos, Vigel László íróval innen folytatjuk a hírek után. Csak sem... Semmi mai Magyar zsidó történetek. Csak semmi mai kisebbségi élmények, történetek vége László Vajdasági író elbeszélésében, is vele beszélgetünk, és a Temetetlen Múltunk című legújabb önéletrajzi regénye igazi apropót adott ehhez a beszélgetéshez. Idéznék egy részt, hogyha megengedik, csak közben hallgatótnak mondom, hogy a 30 30 30 953 as mobil számon SMS-t lehet hagyni, és lehet írni nekünk, és köszönöm szépen, volt egy hozzászólásunk, egy vajdasági családból családból, hölgy írt, majd megpróbálom beilleszteni a műsorba. lehet. Na de az idézet, mert ott hagytuk abba ugye a beszélgetés Köves Lomóval és Vége Lászlóval, hogy Mennyire más az, amikor minden nap meg kell fogalmazni, hogy ki vagyok, mert egy sok nemzetiségű közegben élek, mintha egy homogén, úgynevezett nemzetállami közegben, ahol ezt nem kell megfogalmazni, és előbb-utóbb nem természetessé, hanem fölényérzetté válik a nemzetemhez való tartozás mások rovására. Hogy ez milyen bonyolult, csak egyetlen epizód az önéletrajzi regényből, amikor ugye 1941-ben a születés után vége László és szülei elviszik keresztelni, és utána jön a névadás az anyakönyvezetőnél, ahol azért 41, tehát 41-et írunk. Idézem. Apám szerint az anyakönyv vezető szemmel láthatóan habozott, lehet, hogy legszívesebben lázót ne vezetett volna be az anyakönyvbe, de bizonyára a főnöke figyelmeztette. Ezen túl a magyarokkal kezd kézzel bányon, vagy legalábbis tegyen úgy, mintha, mert nem volt titok, hogy a Zombori, az Entai, az Újvidéki, a Szabadkai és a nagy urak elkezdtek komászni Csvetkovics kormányfővel. Még a király is fogadta egyiküket, továbbá elterjedt az a mentbe, hogy a gaz horvát politikus Macsek magához édesgeti a magyarokat. Ezért Csvetkovics úgy döntött, hogy nem engedi át őket a horvátoknak. Elképzelhető tehát, hogy Csvetkovics szerb kormányfő óvatos politikájának köszönve mégsem lettem lazú. Mm. Szóval, hogy mi múlik, hogy egy magyar neve van valakinek, egy gyereknek, vagy nem? Igen, egy ilyen belpolitikai játéknak, mert e, e, ugye a nevek az, az a, a neveknek egy, egy nagyon erős, szimbolikus jelentése volt. Petrosogoromat, e, például Petro például Petrónak hívták, de a 20-as években azt mondták, ez nem lehet Petró, hanem ez biztos valamikor Petrovics volt, úgyhogy akkor, akkor Petrovics. A legyen igen, Petrovics? Petrovics, és akkor az azt jelenti, hogy ő szerb, ez azt jelenti, hogy szerb iskolába kell íratni a gyereket. Igen ám. De akkor bejött a Horti a Petro Petrovics vissza, Petrova? Petrova kérte, hogy, és nagyon, nagyon hálás volt Hortinak, hogy végre újra Petro lehet. Na most jött a titó. A Petro nagyon fét, hogy, hogy most újra Petrovics lesz. Nem. A titó megengedte, hogy Petro maradjon, úgyhogy a sógorom két ember tisztelt. Hortit és titó. Hát hmm. ez, ez is benne vannak a motivációk, amik Igen, vannak igen. Igen. Hát, És a nevek, hát ugye a nevek, az utcák, a változtatása, ez egy. Ebbe benne van egy történet, egy, az egész történelme. Én írtam ugye a Neoplantában a donstetter cukrászda, amely egészen a királyi jugoszláviak Donstetter volt. Egy bizonytalan vagy zsidó vagy német, nem tudta senki pontosan, mi vagy magyar. Egy bécsi cukrázát nyitott, és akkor viszont 1944-ben bevonultak a partizánok, és azt mondták, hogy ez egy nagyon gyanús alak, egyébként is kapitalista. Nem lehet többet dorszettet cukrázza, legyen Moszkva. Úgyhogy Moszkva. Igen, ám, de jött a titó összecsapotta a Sztálinnal, és erre fölháborodtak a városot, Csak azt mondták, ki volt az a gazficko, aki Moszkvának keresztelte. Hát van közelebbi is legyen Zágreb. Igen, Ám, de aztán jött a Horvátország a Ki volt az, aki. <gül> <gül> és, és, és akkor törték le? a Az Alexander Tisma, meg én mentünk, jelent nagyon jelentős szerbíró, és mi mentünk a város a polgármesterhez, és kértük, hogy legyen Donstetter. Az, az, Visszaadjuk, Nem, nem, nem lett Donstetter, hanem Atén. Abban már nem lesz baj, ki tudja. Azt gondolják, hogy a, az ortodox vallás az örök életű, és soha többet nem kell változtatni. Szóval ez már a vallási, ez, a, ugye, ez az új uh -huh. új vallásosságnak a szüleménye. De hát ez is valahogy a hovatartozás igényéről szól. Tehát, hogy valahova mindig kell tartozni, Aha. valahova mindig az, az ad valahogy egy biztonságot él személyesen is, meg egy közösségnek is, és itt a hírek alatt arról beszélgettünk, hogy én azt fogom megkérdezni most majd öntől, hogy egy olyan városban, ahol, ahogy az előbb a, hírek előtt mondtuk, hogy ahol mindig az embernek nap mint nap meg kell fogalmazni azt, kontrasztban egy másik közösséggel, egy másik kisebbséggel, egy másik nemzetiséggel, hogy ki vagyok én, de közben egy, egy olyan város, ahol együtt él ez a sokféle közösség, ez a sokféle identitás két-háromszáz éve, az mit jelent tulajdonképpen egy másik közösséghez tartozni? Miben más egy magyar, egy, -egy újvidéki magyar identitású, egy újvidéki zsidó identitású, egy újvidéki német, uh, német identitású? Van valami az anyanyelven kívül, amire azt lehet mondani, hogy ez egy olyan németes, Viselkedés. Hát, igen, hát elsősorban a kultúrája. Elsősorban az, hogy a szokásai. Ugye mások a, vannak kifejezetten magyar ünnepek, magyar szokások, és ehhez ragaszkodnak. Ugyanúgy a szerbek is. Na most vannak ilyen elképzelt, vallási, vallási. részbe vallási, részbe de részbe konyhaművészeti, részbe a családi viszonyok, ezek meghatározó. De ezek azért keverednek egymástól. Na az alapvető szociális kódok azok nem egyformák? Egy, egy városban, ahol 300 Együtt lakik négyféle nemzetiség? Hát a szociális kódok azok hasonlóak, viszont a kultúra azért egy választóvonal választóvonal. De nem is ez a lényeg, hogy mi a valóság, hanem, hogy mit képzelünk magunkról, hogy mibe különbözünk a szervektől. Ugye mi azt mondjuk, hogy kulturáltabbak vagyunk, a szervek azt mondják bátrabbak. Ez, ez, a, ez a képzelt identitás, ez, ez, egy, ez is egy fontos szerepet játszik, és a különbség sokkal inkább itt, 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 itt merülnek fel. De közben folyik egy integrációs, és a Neoplanta című regényem egyik főhős, ez nagyon ritka magyar regény, hogy, hogy a főhős nem, nem magyar legyen. Igen. Általában nagyon, a magyar irodalomban nagyon keveset olvasok arra, nem csak hogy főhős, hanem hogy mellékszereplő, mellékszereplő is, ne, hogy ne legyen magyar. Esetleg a zsidó-magyar viszonylatban ez, ezzel játszik szerepet, de más értelemben nem. De nálam ugye, hogy ez, és a főhős hogyan integrálódik. Hogyan integrálódik, és valahogy úgy érzi, hogy neki nem sikerül, és halálakor arra panaszkodik, hogy ez a síkság tönkretette, még a betegségét is a síkság világ okozta, hogy ő idejött, de közben még tanult magyarul, és, és és egy, egy olyan nőt választott feleségül, ugye regényben arról van szó, akiről nem lehet biztosan tudni, hogy szlovák vagy magyar. Mert amikor a szerbek voltak, akkor, a, akkor a, a, a feleség azt mondta, hogy ő szlovák, nem magyar. Amikor bejöttek a magyarok, akkor ő azt mondta, hogy ő magyar, hogy így védje a férjét, nehogy kitoloncolják. Igen. Mm -hmm. Beszéltünk arról, hogy a, a egészen az új, újabb, legújabb korunkig az identitás identitásváltások és az identitás kérdése mennyire volt függő a politikától és egyebektől. Annyira bájos a könyvben, Végel László könyvében, a Temetetlen múltunkban az egyik legújabb korita a rendszerváltás kori élmény, hogy abból hadd idézek fel egy nagyon pici részt, mert ezt nekem nagyon-nagyon tetszett. Itt arról ír, hogy az ember mennyire bízott az emberarcú szocializmusnak a megvalósulásába, és itt értekezik László arról, hogy hát ebbe úgy, úgy, maga is belenyugodott, hogy hát ez lesz a halálunk végéig, hogy itt majd kialakul valami emberarcú valami, akármilyen szocializmus, és aztán példaképeim innen az idézet meggyőztek, hogy a szocializmusból úgy sem lesz semmi, sőt kénytelen kellettlen azt is elhitették, hogy az emberarcúnak is befellegzett. Erről az utolsó szocialista szalmaszáról a nagy siességben teljesen megfeledkeztünk. Minek következtében beleestünk, mint béka a moslékba, az emberarcú kapitalizmusba. Hallgattam, amint a nagyokosok elismerték, itt az ideje, rúgjuk segbe az utópiákat, a tegnapi marxisták, Marx, Engels és Lenin könyveit konténerekbe vetették, ahonnan a romák kihalázták és az ócska piacon árusították, csak hogy nem akadt vevő. Kommunistákat és zsidókat nem olvasunk, rázták az öklüket a nagyokosok. A romák nem győztek csodálkozni, mi a fene történt az urakkal, a Marx kötetekkel tétlenül átsorogtak a pultok mögött. Valaki még azt is gondolhatta volna, hogy a romák voltak az utolsó marxisták. Uh -huh. <laughs> szóval, hogy nem áll ez meg. Igen. Ahogy kurzusok jönnek és mennek, hogy lehet megtanulni? Meg kell tanulni alkalmazkodni, vagy meg kell tanulni mindig önmagamnak maradni? Ez egy nagyon, nagyon Öm, kényes kérdés. Ez a kettő úgy együtt jár. Tehát a, a másik regényem, a, a, a Balkáni Szépség, a Slemil, őt ő, 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 ugye volt elfogadni, hol, hol németesen mondták a nevét, hol magyarosan, hol szerbesen. És ő ez, ez ellen sokáig nem is tiltakozott, de azon belül megpróbált ő magyar volt, és magyar marad magyar is maradt. És tulajdonképpen... És egy bájas jelenete, amikor igen. ezt a magyar éppen a szerb partizánok ünneplik és emelik pihenészterre. Igen, végül a végül azért, igen, igen. igen, azért, mert, mert azt gondolták róla, hogy antifasiszta, mert mindig volt valami konfliktusa valakivel, és akkor a szervek egy pillanatban és akkor nagy ünnepséget rendeztek, a, ugye a pár tartott beszédet. Igen, ám, István de amikor meghalt, be. akkor, akkor már nem tudta senki, hogy hova tartozik. Az, ugye a szerbek ünnepelték az antifasisztát, és a szerb dalokat énekelték, a magyarok meg a magyar himnusz. Szóval... Csak hogy ja, után jött ez az embertelen arcú kapitalizmus, amikor a fia Ugye jöttek az oligarchák, és szállodákat kellett építeni, amerikai akiknek már nem is volt ideológiájuk, csak a pénz, hogy építeni, megszerezni, és az ő kertes házát akarták megvásárolni, és a fia erre azt mondta, hogy nem és fölgyújtotta a kertes ez, 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 volt a házadás. Most már itt, ha az ő házát akarják elvenni, az miatt maradt ott, az miatt maradt a szülőföldön, az miatt maradt magyar, minden. És most, ha ezt meg akarják semmisíteni, akkor jobb. És akkor kiment és ég a ház, és itt, hogy visszatérjünk az identitáshoz, senki se nem tudta többé, hogy mi ő. Kommunista, antikommunista, magyar nacionalista, antifasista, és hallgatta, hogy az emberek ezen vitatkoznak, mint Kosztolányi édes Annájába. Ez egy parafrázis az édes Annának. <laughs> é, 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 é. És végül akkor egy szernő társaságában marad egyedül, mert ugye már nem nincs magyar az utcában. Tulajdonképpen a temetetlen múltunkba is, Erről a nagy kiüresedésről beszél, amiről ma ugye, nem illendő beszélni. A politika el, el akarja takarni. Van egy, egy ilyen belső mély üresség. Ami... Igen, igen, ami meg az bel... utcák is. Igen. Az utcák is. Szóval, hogy az a fajta sokszínűség, igen. Az, az megszűnt, igen. És a helyébe jön valami ilyen máz, valami homogén máz, de az igazából belül üres, az kong. Igen. Belülről. Igen. Nekem az, az jutott eszembe, még nekem is nagyon tetszett ez a... Hát ebben nyilván ebben a az ember az első pár oldalban a, a múltunkban benne van az is, hogy a, és akkor, hogy a történet hogy ismétli magát, és mindig azt gondoljuk, Igen. hogy nem fogja ismételni magát, de aztán Igen. megint nem önmagát, és ezt egy ilyen helyen, mint Újvidék, lehet, hogy sokkal jobban meg lehet tapasztalni, mint valahol Szibériában. Természetesen. Nekem Én... eszembe jutott még elnézést, csak nem tudom, ismerjétek kicsit más műfaj, Budi Ellennek a Zelig című film. Igen, az a Zelig, az átváltozó művész. Hát ez egy zseniális film, és ha nem tudom, a hallgatók ismerik, ha nem, akkor ajánlom, hogy nézzék meg. Arról szól, hogy van egy ilyen... A magát zsidó, kereső ember? Hát nem is tudom, hogy magát kereső, de, de egyszerűen a túlélésnek azt a... Én azt ahogy úgy értelmeztem, hogy számára a, a túlélés Eszköze az az, hogy ő bármilyen közegben van, azon nyomban. Pillanatokat felveszi az identitást, és ez úgy van kifigurázva, hogy felveszi már a, a külalakját is. Tehát, hogyha <laughs> néger zenészek közé kerül, akkor, akkor azon ő is fekete a fekete lesz, bőrül vagy... lesz, A zsidó és... közé kerül rögtön, rabbivá változik át. <gül> <Igen>. <gül> 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 és pillanatokat, azt a beszégystílus, de hogy valahol belül hiányzik a lényeg, belül hiányzik a hovatartozás. És azért gondolom, hogy ez valahol ide tartozik, mert ezek a dolgok valahogy amit azzal is, amit az előbb mondott. Tehát, hogy valahova kell tartozni, a megoldás az nem az, hogy nem tartozom sehova, nem az, hogy azt mondom, hogy nincs identitás, nem azt mondom, hogy nem létezik olyan, hogy nemzeti, vagy, vagy közösségi, vagy vallási identitás, hanem az, hogy tartozom valahova, de közben ez a hova tartozás, ez egy kihívásnak de egy pozitív, vagy egy építő kívásnak tekinti azt a kontrasztot, amikor találkozom valaki mással, aki máshol tartozik, és ezért saját magam számára kell újra megfogalmaznom, hogy én hova tartozom. Ez, ez így van, és én például sokszor ironikusan szerintem a könyvben, is szólok, az arról, arról a féle kozmopolitizmusról, amely bőröndjébe hordja a gyökereit, és ha leszáll egy reptéren, akkor megtaláljuk. Gyorsan leereszt. Csak so, azért is mondom, mert a multikulturizmus, amiről mondta, hogy hát hogy mindenki azt mondta, ezzel a beszélgetés ez valami elhangzott, azért ez egy kicsit más a multikulturalizmus, a modern multikulturalizmus nem azt mondja, vagy nem azt mondta, nem tudom, van-e még ilyen, nem azt mondta, hogy, hogy tartoz valahova, eh, hanem azt mond, és de közben, közben fogad el a másikat, hanem valahogy egy olyan identitást, legalábbis ezt én így látom, hogy olyan identitást próbált erőltetni, ami azt mondta, hogy igazából Senki nem tartozik eredendően sehova, mindenki eldöntheti, hogy hova tartozik, az állam független, és, és van egy ilyen szürkeség. Tehát, mint hogyha az ennek a kiüresedésnek egy, egy része lett volna, nem? Nem. nem gondolj, a multikulturalizmus pont, amit a Mária Terézia fogalmazott meg, hogy minden nép nevezzen a saját nyelvén. És valójában a multikulturalizmus az a kultúráknak az egyenragúságát hirdeti. Tehát nincs magasabb kultúra, és nincs alacsonyabb rendű kultúra. Tehát hát, minden kultúra. Uram. hogy, igen, igen, hogy neoplanta latinul, igen. és minden ott élő nemzetiség a saját, Szaján. nyelvén egysek. Ilyenből indultunk ki ez, ez, a lényege. Viszont van egy ilyen abstrakt kozmopolitizmus, amelyik ugye ezt az elszürkülést ö, ö, idézi elő. Ezek azok a gyökerek, amiről az idő, ö, amiről az idő, az előbb beszéltem. És van egy nacionalizmus, amely nem tud elképzelni ö, semmiféle gyökeret, ö, csak egyet a sajátját. A, homogén, igen. a nacionalizmussal ö, mindig és mindenkor minden nép megküzd a történelemben, miközben mindig egyetlen egy tragédiát idéz elő valamely nemzetiséghez való tartozást vagy bünteti, vagy megköveteli. És ez a középút nincs meg, de Újvidékben lehet, hogy ez a csoda? Vagy volt? Hát inkább volt, inkább, inkább volt. volt, amíg egyenrangúak voltak. Amik egyenrangúak voltak, nagyjából ezek a népcsoportok. Mert kell egy egyenrangúság, hogy ez létezzen. Hogy ez, a, ez az öntudat megmaradjon. Amikor nagyon, amikor már szorványba kerül egy, egy, egy népcsoport, vagy egy kisebbség, azt hiszem, hogy akkor, akkor elkezdődik egy ilyen önkéntes asszimiláció. Hát ez a zsidó is egyik olvasata, nem slombok, hogy a hát szorványban abszont... mi is történik, és mi tartja meg. Hát csak a hagyomány, meg a kultúra. És akkor újra kell mindig fogalmaznom minden nap, nap mint nap, hogy az, aki én vagyok, az annak van egy közösségi, van egy eredendő, van egy determinált része, ahova születtem, kik voltak a szüleim, kik voltak az őseim, és az én hova tartozásom, az a saját identitásomat is meghatározza. de ez az identitás soha nem homogén. Hát éppen Végel László könyve, és ő maga is arról tanúskodik, hogy az a nagypolgárság, ami Újvidéken, a békekorszakban, abban a nagypolgárságban a zsidók, magyarok, németek ugyanúgy, a nagypolgárok, iparosok és uh -huh. stb. és mindegyik egyszerre zsidó, a zsidó a magyar is közben, és erős magyar tudata van, hiszen éppen Trianon egyik tragédiája az volt, hogy amikor visszacsatolják a hitleri döntésekkel, a bécsi döntésekkel a felvidéket és Erdélyt, akkor a teljes magyar értelmiség és a magyar zsidó értelmiség és burzsáziát is beleérte, boldog és hazafias élményként hát a apostrofája, utána jön a pofon. Mm. Tehát több, több, többszörös identitás hordoz egy ember még így is, nemzetiségi hovatartozás. Természetesen van, is. van a nemzeti identitás, politikai identitáson, van professzionális identitás, van eh, identitás. ez identitás, mind összefonódik. Kulturális identitás, igen. 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 igen, sokféle. igen, nagyon, nagyon sokféle, és ebbe, ebbe kell, ez egy nap hívja az emberi lelkekbe. De ebbe kell, hogy feltaláljam, ebbe kell feltalálni magát. Úgyhogy itt ehhez kell egy ügyesség. Én azt gondolom, hogy egy, egy, nagyon veszély rejlik az identitásra. Én mindig a flexibilis, a rugalmas identitásra gondolok. A, a nagyon kemény, ami nagyon bezárkozó identitás, az könnyen romokba dör. Olvastam egy, nagyon, egy építész tanulmányát, hogy a a japánok nagyon lazán kapcsolják össze a ház főgerendáit. Úgy, ha földrengés Azért, van, hogy jön akkor... a földrengés, uhum. akkor az nem, nem törzs No, Na, Én így képzelem el az identitást. Egyféle rugalmasság legyen. És vannak eszeim, tehát ezt nem most találtam, hogy hontalan eszék, abba a kötetemben írok, hogy Ilyen értelemben a flexibilitás identitást illetően a magyar kisebbség legalábbis tanuljon a zsidóktól. Én látom, ugye állandó kapcsolatban vagyok ott Szerbiában zsidó írók, ők még akkor is, ha az anyanyelvük szerb, de a világokban megmarad egyféle zsidó életérzés. És ez nagyon fontos. Szóval nem lesznek zeligek hogy teljesen belül küldesednek, Igen. hanem Igen. van egy hovatartás. nyissak ki még egy kis szelepcét, tudom, hogy már csak öt percünk van, de itt a kávézás közben beszélgettünk arról még a, a műsor előtt, hogy hát azt tapasztalta Vége László, hogy amikor Magyarországon, tehát Magyarországra jött, a 60 70 es években, hogy egyszer csak hallott az antiszemitizmusról, és az magyarok általában egymás iránti gyűlölete az sokkal jellemzőbb a anyaországra, mint mondjuk újvidékre. És ez nagyon jellemző, és ebben a műsorban is lehet, hogy valamit félreértettem, de igazából ez csak egy felvezetés a kérdésemhez, hogy ebben a műsorban is gyakran beszélünk arról, ami az új regénynek a címe, hogy temetetlen múltunk, hogy ugye a magyar történelmnek hány és hány olyan eseménye van, amit mondjuk, hogyha szétválasztjuk a többségi társadalmat és a zsidó származású a társadalomnak, akkor óhatatlanul másképp látunk. És itt van egy olyan újvidéki történet, ami ugye kezdődik 42-ben az újvidéki vérengzéssel, és aztán folytatódik 44-ben a délvidéki vérengzéssel. 42-ben a, a, bevonuló magyar katonák és a csendőrség 3000, több mint 3000 embert civil embert a partizánok ellen, a szerb partizánok, jugoszláv partizánok elleni harc jegyében, vagy megtorlás jegyében kivégez, ezeknek a nagy része magyar, és, ezeknek a nagy része szerb és zsidó, és aztán pedig jönnek a, visszajönnek a, a, szerbek, és akkor van egy ilyen viszont megtorlás. Ma, 70 évvel, most már most a 80 évvel az események után, hogyan hogy dolgozza ezt? Feldolgozza egyáltalán valahogy az újvidéki, vagy a vajdasági, vagy a szerb, szerb Történelmi szemlélet. Vannak-e olyan viták, mondjuk ezzel kapcsolatban, mint mondjuk Magyarországon a, a szovjetek felszabadítása vagy a németek megszállása kapcsán? Na most, hogy ilyen politikai szintén, még a politikai protokoll szerint földolgozzák, vagy nem az, azt én mellékesnek tartom, hanem az a fontos, hogy szellemileg hogyan dolgozzák fel. Én többször emlékeztem szerb íróbarátaimnak, hogy hát ti írjatok, ne én írjak a, 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 a magyarok elleni, a magyar tömegsírokról. Ő nekik kell, hogy fájjon ez elsősorban. Mint hogy nekem fáj, ugye fájnak a hidegnapok. És én arról írtam, és nem tagadtam. De ugyanúgy Magyarországon én azt gondolom, hogy éppen az lenne jó, ha, ha a magyaroknak fájna a holokauszt, és a zsidó értelmiségnek fájna a trinon minél jobban. Szóval, ha egyszer elérünk ide hogy -e, hogy mit most mit mondanak fenn a, oda fönn a politikusok, én azokban nem <coughs> nagyon bízok, egyáltalán nem bízok az utóbbi időben, még főleg nem. De hogyha az értelmiség és a köznép, ha egy egyszerű magyar polgár azt mondaná, vagy egy, hogy igen, a holokauszt engem, engem, fáj a szívemnek, és a, és a zsidó azt mondja, nekem nagyon fáj az igazságtalan trianoni béke. Azt jelenti, hogy akkor. Ez már a flexibilis identitás. Uh -huh. Mikor át tudjuk érezni a másiknak a fázakát. A fájtalmát. másiknak a nyelvén tudunk beszélni. És igen. itt a nyelv alatt nem szó szerint értem. És talán lehet, igen. hogy ez egy ilyen új tulajdonság, amikor igen. tudok beszélni automatikusan születésemnél fog a, a szó szoros értemben németül megszerbül, a magyar anyanyelvem mellett, igen. akkor a másiknak a gondolatvilágába is jobban igen. be tudom magam képzelni, és akkor. Így leszek nyitott, és így leszek flexibilis. Ez a lényeg, és nem, az a, nem ez a politikai protokoll. Itt nálunk most mi történik? az történik a vajdaságban, hogy a két köztársági elnök koszorizza az emlékműveket, ja, viszont, a táncosok, meg a táncosoknak, a meg a, a satöbbi közben ez előre a bíróság van. Nem rehabilitálja azokat, akik a tömegségbe fekszenek, mert nem lehet bebizonyítani, hogy ártatlanok. Mm. Mert nekem kell bebizonyítani, hogy a nagyszülő ártatlan volt, és nem az államnak kell újra felülvizsgálni és bizonyítani, hogy tényleg jogosan itt érkezett. Van dolgunk. Vigel magyar íróval beszél. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a rövid időt, amit Budapesten töltött, szakíthat ránk. A hallgatók nevében is. szépen. Én köszönöm, is köszönöm, köszönöm, és köszönöm, hogy, itt hogy elmondhattam néhány dolgot. Köszönöm. És a hallgatóknak köszönjük a figyelmet, jövő héten újra találkozunk. Csak semmi mai Magyar zsidó történetek. Csak semmi mai